Dabas VSE KC pénzügyőr 30-21, én gratulálok a mai győzelemhez. Aki nem látta a mai mérkőzést, mondhatja azt, hogy kijött a két csapat között a tabellabeli különbség. De aki látta a mérkőzést, azt mondja, hogy ez egy igazán jó mérkőzés volt. Te edzőként hogyan látod a mai mérkőzést? Ez egy jó mérkőzés volt, jó mérkőzést csináltunk mi magunk belőle, mert 40 percig úgy kézilabdáztunk, ahogy nem szerettünk volna, és ahogy megbeszéltük, hogy úgy biztos, hogy nem fogunk, sikerült, ezért lett egy nehéz mérkőzés, de az utolsó 15-20 percre viszont tényleg dicséret tehát érdemel a csapat, és ez nagyon jó dolog, hogy egy gólt tudtunk kapni itt a 15 perc alatt, úgyhogy ez örömteli dolog a meccsben. Mitől lett ez nehéz mérkőzés? Azért lett nehéz mérkőzés, mert talán fejben nem úgy álltunk hozzá, ahogy kellett volna az elejétől, úgyhogy tényleg saját magunknak tettük nehézzé azzal, hogy egy kicsit olyan langyosan mentünk bele a mérkőzésbe. Viszont Hajdú Tamást az első félidő második felében kiküldted zavarónak, talán ez volt a megoldás? Igen, az egész jól működött az a nyitott védekezésünk. Ugyan a második fél idő elejére még visszaálltunk hatos falra. Úgy gondoltam, hogy az is össze fog állni, mivel eddig az teljesen jól működött, de megint ki kellett jönnünk nyitottra. Ez a mérkőzésen ez egyértelmű, hogy ezzel tudtuk megnyerni a meccset, hogy a nyitottat jól csináltuk és jól védekeztünk. Védekezés vagy a támadásunk volt a gyengébb? Hát a támadásunk az nagyon gyenge volt, a védekezésünk az meg még gyengébb volt egy szakaszában a mérkőzésnek. Hát nem lehet azt mondani, hogy ez volt jobb, az volt jobb. Én úgy gondolom, hogy unblock volt az egész egy darabig rossz. Hajdú Tamáson kívül hogyan tudtál még belenyúlni a mérkőzésbe? Úgy gondolom, hogy a Feri is jól jött be, a Kovacsics Feri balszélre. A Tamás végre most nagyon jól játszott, és nagyon sokat segített, hogy ilyen sima legyen a vége a mérkőzésnek. Én úgy gondolom, hogy volt mellette nagyon sok jó teljesítmény is, egy 2-3, illetve Duleba Norbi a csere után nagyon fontos védéseket eszközölt, úgyhogy az kellett a győzelemhez. Nehéz egy ilyen meccshez fejben úgy hozzáállni és felpörögni játékosként. Tudja az ember, hogy a null pontos pénzügyőr érkezik, vezetjük a bajnokságot, nekünk ez kötelező győzelem, be kell húzni, hát ez lett belőle, hogy így koncentráltunk az elején csak sajnos. És a második fél idő utolsó 15 percében mi történt velünk? Ott végre összeállt a védekezésünk, tudtunk labdákat szerezni, a támadásunkban megtaláltuk a játékokat, amiből eredményesek voltunk szinte végig a mérkőzésen, de azokat játszottuk az utolsó 15 percben, és így sikerült simán behúzni. Jelent az a csapatnak egy, hát mondhatom azt, egy lelki előnyt, hogy 2 ponttal vezetjük a tabellát? Igen, hát mindenféleképpen egy kicsit úgy megnyugodhatunk, de azért annyira nem fogunk megnyugodni, mivel a következő fordulóban 2 hét múlva a playerhez látogatunk. Ez egy élethalál mérkőzés lesz, és mindenki remélem, hogy így is fog hozzáállni. Nagyon nehéz lesz. Azért ma csak utolsóban játszottunk egy nagyon jó mérkőzést véleményem szerint. Ez az NB1/B nyugati csoport most? Igen. Jó csapatok vannak, sehol nem mehet az ember biztosra, úgyhogy oda kell tennie magát minden mérkőzésen. Magtelevízió. Önökért vagyunk.